Vasvári Televízió nézőt, önök a Mozog Velünk című sportmagazin 5. adását látják. Én Vasvári Ferenc vagyok, mögöttem pedig alkalmi kormányosunk, Rabnecz Károly. Mai adásunkban a jubileumi 20. Göt-kupáról láthatnak egy hosszabb összefoglalót, majd dr. Horváth László, a Gödi Sportegyesület elnöke, a TOU adta támogatások újabb lehetőségeiről fog beszélni önöknek. Egy hétnek a legjobb idejét rendeltük meg, hanem azért is, mert, mint ahogy említette a Mesi, ez szakosztályunk 30 éves, és ez a 20. Göt-kupa, úgyhogy egy dupla jubileumot ülünk. Én azt kívánom nektek és minden egybegyűlt vendégnek, versenyzőnek, szülőnek, hozzátartozónak, szponzornak, hogy érezzétek nagyon jó magatokat, legyen jó és sportszerű a versenyzés, érjetek haza sok élménnyel, gazdagodjatok egy sport szerető nap élményeivel. Minden jót kívánok és jó versenyzést, Göt-kupát ezen megnyitom. Köszönöm, sziasztok! Korábban szakosztályvezető is voltál itt a GSC-ben, illetve a Dunai Vízisport Alapítványnak az alapítója vagy. Mit jelent számodra a Göt-kupa? Hát egy hatalmas nagy élményt, egy hatalmas nagy dzsemborit, ahol a szakosztály megmutathatja, hogy egyáltalán mit csinál, miből építkezik. És ez egy csodálatos élmény, amikor rengeteg ember ide lejön és kíváncsiak ránk és kíváncsiak a gyerekekre. Szerintem ez egy nagyon jó nap, egy nagyon szép élmény. Selezsák István 24-szeres magyar bajnok, 13-szoros Göt-kupa résztvevő. Mit jelent számodra ez a rendezvény? Számomra a Göt-kupa az idény végét, az idén méltó lezárását jelenti, amikor mindenki összejön, és minden tét nélkül, egy pohár sör mellett, vagy akár anélkül megbeszél az idényben mi történt, hogy volt vele, és egy jó baráti összejövetel. Legjobb rendezvény az egész Dunakanyarban, sőt az egész országban. Enikő, mit jelent számodra a Göt-kupa? Számomra a Göt-kupa nosztalgiázás jelenti, hiszen itt nőttem fel, és sinkolászó kezei között kezdtem el kajakozni, és nagyon szeretek itt lenni, és nagyon jó emlékeim vannak. Úgy tudom, hamarosan indulsz a maraton világbajnokságon, ez egy mondhatni felkészülési időszak, és Göt-kupával készülsz? Igen, hiszen ez is egy erőnléti edzés, és egy edzésnek fogom fel ezt az egészet. Több mint
egy évtizedig voltál a GS-ek kajakosa, a legjobb eredményed világbajnoki dobogóra röpített, rengeteg Göt-kupán elindultál. Hogyan emlékszel vissza ezekre az eseményekre? Mit jelentettek számodra ezek a rendezvények? Hát gyermekkorunkban gyakorlatilag az év legfontosabb versenyeként tekintettünk rá. Gyakorlatilag hetekkel előtte már a fordulókra készültünk, hazai pálya óriási nagy presztízse volt. A későbbiekben természetesen már voltak fontosabb versenyek, mint a világversenyek, országos bajnokság, de azért a presztízse mindig megvolt. A Dunakanyarnak rémje azért összeverődött ott mindig, és ugyebár a Dunakanyarnak mindig nagyon jó versenyzők voltak. Ami Göt-kupának új színfoltja volt, a sárkányhajózás. Igen, a szervező kajakkenu szakosztálytól kaptunk egy felkérést, ami újonnan alakuló májustól működő szakosztályunk, és ennek elegettéve mentünk egy kört, mentünk egy félórás bemutatókört, egy promóciós kört itt a nagy népnek, és utána vittük azokat, akik ki akarták próbálni, akiknek esetleg új a színsport, új a sportág, és itt telik a mai nap. Mennyire népszerű a sportág itt Gödön? Gödön én úgy veszem észre, hogy még nem elég népszerű, tehát egyre többen jönnek. Igaz, nagy a rotálódás, tehát nálunk, aki elején kipróbálja, és utána mégse jön, vagy pedig ismerősének szól, és akkor ötszörös, tízszeres lélekszámban jelentkeznek nálunk az emberek. Sinkó László edző és családja nyerte a családi futamot. Judit, milyen volt ez belülről? Nagyon örülök, hogy idén is részt vehettem ebbe a futamba. 16 nagyon jó család között sikerült megnyernünk a versenyt egy nagyon erős futamban. Egy külön kupát alapítottak most a Göt-kupára. Kérem, mondja el, mi ez pontosan. Köszönöm szépen a lehetőséget. Török László, a Váci Kajakkenu baráti kör elnökségi tagja. Elnökünk Ammerer Zoltán jelenleg Duisburgban van, úgyhogy nem tudta képviselni az egyesületünket. 2013-ban alapítottuk az egyesületet a Dunamenti Váci és Dunakanyar térségi vízisportok támogatására, hagyományőrzésére. Ennek jegyébe gondoltuk, hogy a Gödi versenyre a legfiatalabb korosztálynak felajánlunk egy vándorkupát, azzal a céllal, hogy minden évben más-más név, vagyis hát a győztesek neve kerüljön fel erre a kupára. Talán azzal a szándékkal, hogy néhány év múlva majd örömmel olvassuk a jövendő olimpikonjaink nevét ezen a kupán. És olyan módon fog ez működni, hogy minden évben ugyanannak a legkisebb korosztálynak egy újabb kupát ajánlunk fel, míg az előző évben felajánlottat pedig viszi magával a korosztály, tehát egészen a felnőtt korosztályig, tehát 18 éves korig. Így elvileg akkor 6 név fog minden kupára felkerülni, és a végén hát majd bekerül az egyesületi archívumba ez. A jubileumi Göt-kupát sikerült Gödön tartani, a MAFS együttese megnyerte a 20. Göt-kupát. Kérek egy edzői értékelést.
Így van, sikerült elhódítanunk a csapatversenyben az első helyet. Először is szeretnék köszönetet mondani a Gödi kajakkenu szakosztálynak a szuper rendezésért. Kajakkenu futamok rendben lezajlottak, és a pontverseny alapján sikerült elhódítanunk az első helyet. Volt köztetek néhány kiemelkedő versenyző? Így van, indult Sólyom Dóra, aki kvalifikálta magát az idei EORV-re, valamint Freisták Péter és Olá Gergely, aki az idei ifjúsági maraton Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, valamint Olá Gergely a szeptember 1-i, augusztus 31-i maraton VB válogatón 4. helyet szerzett. Szakosztályunk mi a következő nagyobb fellépése? Hát most már szerintem csak a őszi hosszú evezések fognak következni, vagy talán egy szolnoki vagy a közeli lágymányosi versenyt célozzuk meg, de többségében a jövő évre fogunk készülni. Te évekig voltál a Gödi Esély Kajakkenu szakosztályának vezetője, gyakorlatilag sok-sok Gödkupát átéltél, hogyan tekintesz vissza ezekre? Hát azt lehet mondani, hogy a Gödkupa tulajdonképpen egy keretet alkot itt a kajakkenu sportnál, mert belefér ugye a versenysport, tehát ami délelőtt történt a gyerekeknek ez a kajak versenysportja, tehát tulajdonképpen időnként országos élmezőny vett részt a versenyen, és hát délután ez meg az örömkajakozás, amikor mindenki, aki szereti a vizet, jelen van, részt vesz és összekeveredik a fiatalabb idősebb korosztály. Tehát én azt gondolom, hogy a Gödkupa egy nagyon jó alkalom arra, hogy mindenki, aki szereti a vizet, az megtalálja a helyét, jól érezze magát, és hát tulajdonképpen egy jó napot szerezze magának. Te magad is el szoktál indulni, melyik futamban? Igen, én is el fogok indulni, én idén a Happy futamban. A párosban nem indulok, mert sajnos az én párom idén meghalt. Szabko Mike egy remek sportember, aki nagyon sokat segített itt a Gödi kajakkenu sportnak. Idén nem volt kedvem így párosban indulni, de majd jövőre, igen, majd folytatom őt tovább a páros versenyzést is. Szabko Miklósra visszatérve egy kupát is alapítottatok vele kapcsolatban. Igen, ezt szeretnénk, hogyha azért megemlékezne róla itt ez a közösség mindenféleképpen, tehát azokról az emberekről, akik sokat tettek azért, hogy itt egy egészséges sportélet legyen. Én úgy gondolom, hogy ez a tisztelet kijár. Mikinek. Szervezetőt kérem, hogy foglalja össze ezt a mai napot, ezt a jubileumi 20. Gödkupát. A mai nap most már vége felé közeledik, elmondhatjuk, hogy sikeres volt, és elértük, amit szerettünk volna, egy emlékezetes nap az, ami mögöttünk van. Gyakorlatilag a 30. évfordulónkor és a 20. Gödkupakor dupla jubileum alkalmával a programok jól sikerültek, úgy érzem és úgy látom, hogy a résztvevők és a gyerekek, egy versenyzők és szülők, szponzorok egyaránt jól érzik magukat. Az idő csodálatos lett, ennek is nagyon örülünk. Az ebéd finom volt, az utolsó gram még elfogyott. Most még vannak a happy futamok, és utána a második eredményhirdetés után egy tűzijáték, majd a Scarbeus zenél nekünk, és egy estében nyúló buli következik. Mi a nap statisztikája? A mai nap mérlege az átlagosnál több szakosztály jött el, mint egy 9 szakosztály. Szentendrétől Esztergomtól kezdve az egész Dunakanyar itt volt gyakorlatilag. Az összes versenyszám lefutott. A pontversenyben a Gödö második lett, második helyen végzett. És hát a beszélésünk szerint 3-400 versenyző volt, és délutáni programokon legalább egy 500 ember, ugye, mert ez egy más jellegű program, és több felnőttet, illetve nem konkrétan versenyzőt vonz.
lassan, jó férjek, ha ugalgó! Elnök úr, kérlek, röviden foglald össze, hogy a sporttámogatások terén a társasági adó, a TAO mit jelent? Egy olyan lehetőséget a sportszervezeteknek és a támogatóknak, hogy ne saját költségükből, hanem az adójuk terhére támogassanak programokat. Szervezeteket ugyan, de programokkal rendelkező szervezeteket. Az adott sportszervezeteknek, jelesül mondjuk a Gödiesének, el kell készítenie egy fejlesztési programot létszámban, oktatásban, szakmai képzésben, infrastruktúrában, tervezett létszámban, teremhasználatban, hogy hova kíván eljutni egy-két éven belül. Ezt elbírálja a szövetség, és ha elbírálta a szövetség, akkor kapjuk meg azt a lehetőséget, hogy mi, nem ajándékként, hanem a mi szorgalmunk és ismereteink, vagy ismertségeink alapján begyűjtsük a társasági adókat a helyi vagy vidéki vállalkozóktól. Itt Gödön ez egészen közelítő számmal, de majdnem konkrétan 2011-12-es és 12-13-as idényben 80-90 millió forint támogatást hozott, ami mind városi sportingatlanba és városi sport működésébe került bele. A Dalsógödi sportpályán akár lehet látni az ingatlan fejlesztéseket, a strandon már lehet látni a medencefejlesztés első lépését. Időszakilag most a 2012-13-as elszámolás folyik. Ebben az időszakban Alsógödön az öltöző épület második ütemét vállaltuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy egy 6 öltözős, gyönyörű, szép, új, megújult épület jön létre az Alsógödi focipályán, padlófűtéssel, új kazánnal, energetikailag és minőségileg jóval magasabb színvonalon, nagyobb befogadó kapacitással. Ez volt az egyetlen ingatlan fejlesztésünk ebben az idényben. A többi tagos támogatásunk az utánpótlás nevelésre érkezett. Szerelések vásárlása, utaztatás könnyítése, terembérletek támogatása, a teremhiány miatt esetleg vidéki pályák bérlésének a támogatása, edzői fizetések optimalizálása, egyáltalán bevezetése volt lehetőség ebből. Nem tudtuk teljesen föltölteni, elmaradt a medence beruházás sajnos. Nagyon bíztunk a Samsung támogatásában, de aztán az utolsó pillanatban az meghiúsult, abból az ígért összegből az új medence is kész lett volna már most június 30-ra. Az idei programunkban egyrészt szintén szerepel újulag egy városi tornacsarnok fölépítésének a lehetősége. Ezt a kosár és kézilabda sportágakra fele-fele arányban terveztük begyűjteni és megvalósítani. Mindkét szövetségnél van szóbeli támogató ígéretünk arra, hogy jóvá hagyják. Ami viszont sajnos, mint említettem, csak részben jó hír mindenképpen, de csak részleges jó hír, mert azt a pénzt össze is kell szedni, tehát azt nem ajándékba kapjuk hozzá, hanem azt támogatóktól össze kéne szedni, az ő részét elő kell teremteni. Tehát egy irányban, hogy sportingatlanok fejlődhessenek Gödön, egy irányban a várossal kell kommunikálnunk, az önkormányzatot meggyőzni arról, hogy szükség van rá és hozzá kell járulnia, és így is jóval olcsóbban valósítunk meg ingatlanokat, még ha nem is volt betervezve aktuálisan az a költség, de nem lehet elengedni ezt Göd mellett. Másrészt a vállalkozóktól kell annyit kérnünk, annyit behajtanunk rossz szóval, de körbejárnunk, kérnünk, zaklatnunk őket, hogy tudjanak adni. Harmadrészt a bürokráciával kell birkoznunk. De ha optimisták vagyunk, akkor a 2013-14-es évadban lehet egy medence, lehet egy tornacsarnok, és lehet egy konditerem második ütem a kajakos telepen a székház alsó részében, ami mind a 4 szakosztályt, aki TAO-ra jogosult, ki tudná szolgálni, akkor egy teljesen komplett kétszintes konditerem állna rendelkezésre az SS sportolóinak.
Az összes többi ezen fölül rész pedig továbbra is a működtetést, az utánpótlás nevelés szolgálná, hiszen azokból a költségekből, amiket a szülőkre terhelhetünk, és amit a város áll, nem lehet megvalósítani. Például a labdarúgó csapatnak a 10 csapatát utaztatni, nevezési díjakat fizetni, pályákat bérelni, termet használni, edzőt fizetni, labdákat venni. De a tavalyi és a tavaly előtti program és a tervszerű előre megfontolt gazdálkodás alapján azt merem mondani, hogy akik a TAU-ban részt vettek, minden szakosztály legalább 3 évre bebiztosította előre a működésének a minimális feltételeit, amik alatt azt értem, hogy versenyezni, infrastruktúrálisan biztosítani a körülményeket, és szerelést biztosítani tudni fog. Hogy 3 év múlva mi lesz, hogy lesz, ez nagyon messze van, még reméljük addig is tudunk fejlődni. De ha ez az év még bejönne, akkor ezt a 3-at én azt mondom, hogy biztonsággal föl lehet emelni egy 5-6 évre, amikor a háttér ebből megvalósítható előre. Önök a Mozog Velünk című sportmagazin 5. adását látták. Köszönöm figyelmüket. Jövő héten ismét várom önöket, akkor többek között futszállal fogunk foglalkozni. Ne felejtjék, www.goditemar.hu. Viszontlátásra!